Nagyon, nagyon sokat veszített a Fidesz, mivel nagyon kevés új támogatóra lehetünk 2020. Mégsem javasolnám, hogy most menjünk bele az elemzésbe. És nem azért, mert erre nincsen szükség, nagyon is szükség lesz. De mielőtt az ember újra küzdelembe indul, és hát egy választásos küzdelem, akkor természetesen a következő feladatra koncentrál. Akkor megpróbálja újra lelkesíteni azt a sokaságot, amelynek a döntésén múlik, hogy mi történik majd jövő hét végén. Ilyenkor nem a gyengeségekkel foglalkozunk, hanem az erőnkkel foglalkozunk, és azt próbáljuk meg összeszedni. Aztán ha túl leszünk, ha lesz egy pár nyugodt hét, le kell ülni önöknek is itt vidéken, Kanizsán, Keszthelyen, mindenhol, Szentgolton is, Zalaegerszegen is. El kell töltenünk pár hetet azzal, hogy alaposan végigbeszéljük. Mi az, amit jól csinálunk, mi az, amit rosszul csinálunk. Mi az, amiben nincs igazunk, mi az, amit változtatni kell. Melyikünk az, amelyik nem csinálja elég jól a dolgát, minden kérdést fel lehet tenni, természetesen, ez ide normális. Mindezzel együtt én inkább azok pártján vagyok, akik nem a másokban keresik elsősorban a hibát. Hát az könnyű feladat. Hosszú listán tudna lenni, hogy mit mondjak a többiekről. Egyébként is hajlamosak vagyok arra, hogy a másikban keresik a hibát. Azt szoktam mondani, hogy arra adjon a másiknak tanácsot, aki elvégezte a maga feladat. Először arra kell válaszolni, hogy nekünk mit kell másként csinálni a jövőben, hogy még jobbak legyünk. És hogyha ezen túl vagyunk, kíméletlenül, keményen, erősen, akkor csendesen visszafogottan, ha megkérdeznek bennünket, akkor elmondhatjuk, hogy mit látunk a pandémiában. De hát most, ahogy mondtam, mert ez a feladatra az, hogy mi történjen Magyarországgal a következő hónapban, években, hogyan gondolkodunk önmagunkról, a szerepünkről, miért gondoljuk azt, hogy okunk van kérni a választók bizalmát május 25-én is. Strasbourg és Brüsszel nagyon messze van önöktől. Tőlünk is, nyugodtan bevallhatunk. Csodálkoznék, hogyha részletesen el tudnák mondani, hogy újabban mivel foglalkoznak az európai ügyekkel megbízott politikusok. Keveset látunk, keveset hallunk róla. Alig-alig van róla tapasztalatunk. Nem érzékeljük, hogy hogyan befolyásolja az életünket az európai döntéshoz. Mégis azt mondom, hogy van viszonylag pontos irány. Használjuk azt. Mi itt a demokratikus koalícióban megátalkodott Európa pártiak vagyunk. Ha van párt Magyarországon, amelyik a legelkötelezettebb, egy erősebben együttműködő Európa mellett, akkor a demokratikus. Azt mondjuk, hogy igen, mi Európai Egyesült Államokat szeretnénk. Azt gondoljuk, hogy abban a világban, amely nem egyszerűen csak politikai, gazdasági küzdelmet ford, hanem kultúrák küzdenek egymással, ott, ha meg akarjuk védeni a mi sajátos nemzeti érdekeinket, akkor jobban járunk, ha összefogunk. Jobban járunk, hogyha egy nagy, mint egy 500 milliós közösség tagjaként védjük a magyar érdekeket, mint hogyha egyedül vagyunk, mint a kis ügyek. Vannak alternatívák. Jobboldali barátaim azt mondják, hogy ők inkább egyedül és önállóan küzdenek. Ne beszéljenek bele az ő, vagy a mi dolgunkban. Ők szabadságharcot folytatnak. Egyik kezükkel ütnek, másik kezüket meg tartják a pénzét. Hát nézzék, olyan azért még soha nem volt, hogy a Rákóczi szabadságharcot a Habsburgok finanszírozták volna. Nyugodtan megmondhatjuk most is, hogy ez nem fog működni ebben az esetben. El kell dönteni, kint vagy bent. József Attilára utalva hadd mondjam azt, hogy ügyeskedhet a macska, de egyszerre nem foghat kint és bent egeret. Ügyeskedhet Orbán kollega, előbb-utóbb el kell dönteni, hogy ennek az európai közösségnek akarja tagja lenni, vagy inkább keletre vágyódik. Láthatólag a miniszterelnök járja a Károly kettős.
Egyet jobbra, egyet balra. Nem tudom, hogy tudom olyan jó táncolni, mint én. De az a tánc, amit ő jár, az azt gondolom előbb-utóbb legalábbis botlással fog végzett. Én úgy látom, hogy alapvető érdekellentét európai nemzetek között nincs. Én úgy látom, hogy a magyarok, hogy egyébként választhatnak, akkor inkább nyugatra tekintenek, most már nagyon-nagyon régóta. A gyerekek, az unokák, az ismerősök, ha indulnak a világba, akkor nem Zármi felé mennek, hanem inkább Bécsbe, Svájcba, akkor Füzesabonynál és Hegyesfalunál akarják elkötni az országot. Ebben a nagyon új világban, amely sokunk számára a mikorosztályunkban, látom már, hogy ők is vannak legalább 30 évesek. Átlagosan kevésbé értett világban. A gyerekek Facebookot használnak. Nem a kelet, hanem a nyugat adta a Facebookot gyerekeink kezébe. Instagramon osztják meg a képeiket. A Google-on keresik az új tudást és az információt. Számítógépeik legtöbbén Windows-os szoftverek futnak. De a Macintosh is lényegében nyugatról jött. Filmek, amiket keresünk, azok kevésbé indiaiak és azeriek, sokkal inkább amerikaiak, franciák és olaszok. Svéd filmeket olvasunk mostanában, és hogyha egyszer-egyszer elmehetünk kirándulni, összeszedhetjük a családot, akkor esetek többségében nem Moldovába szeretnénk menni, de horvát tengerpartra, Velencét nézzük meg, vagy elmehetünk Ráci, vagy még messze. A magyarok a nyugat világát akarják maguknak. Az én édesanyám, hogyha választhatna, hogy milyen életet szeretne, akkor film élményei alapján, kevés utazási élményei alapján azt mondaná, hogy olyasmit, fiam, mint az osztrákok, a németek, a britek, valami olyasmit. Vagy ahogyan a nővérem, aki 56-ban hagyta el az országot, él Amerikában. Arról álmodik. És véletlenül sem arról, hogy menjünk, fiam, Tadzsikisztánba. Ezért aztán bátorítom a magyarokat, hogy merjenek hinni saját ösztönös érzéseinek. Helyesen gondolkodnak azok, akik azt mondják, hogy ha fenn akarjuk tartani ezt a kultúrát, ezt a világot, ezt a mentalitást, akár a nyelvünket, akkor olyanokkal kell alapvetően összefognunk, akik hozzánk nagyon hasonlók. Ha valamelyikőknek megadta a sors azt a lehetőséget, hogy elkölthetett pár napot tőlünk nagyon különböző kultúrákban, Kínában, Japánban, Maláziában, és nem folytatom, akkor napokig, hetekig, vagy ha tovább vannak, még tovább idegenül bolyók, mert mások az emberek közötti viszonyok, mások az ízek. Mára írja azt, tudják, azt hiszem, hogy 57-ben ment el Magyarország rómaiai, azt hiszem, nem tudom teljesen biztos, azt hiszem, de Mára írja azt, hogy aki hazát cserél, annak gyomrot is kell cserélni. Arra utalva, hogy az új haza, az alapvető új szokások, új illatok, új ízek, márpedig mi magyarok szeretjük mindazt, ami a miénk. Van-e a válasz?